És hát nem volt egyébként olyan nagyon jó matematikából. Mert mindig átment valahogyan, kettes-hármast azt megszerezte, de azért nem volt igazából jó. Viszont azokban a feladatokban, például egyenletmegoldásokban, egyenlőtlenségeknél, trigonometriai feladatoknál, stb., ahol kellett számokat összeadni, kivonni, szorozni, osztani, stb., ott viszont gyorsabban tudott számolni, mint a többiek, előnyt szerzett, és ezért tudott gondolkodni máson, ott jobb feladat megoldó volt. De mondjuk már egy általános geometriai feladatnál már nem volt olyan jó. Ugyanakkor a másik gyerek meg nem volt olyan jó a számolásban, ő elbíbelődött a számolgatásokkal, viszont a geometriát jobban látta, ezért ő azokat a feladatokat tudta jobban megoldani. Több dimenzió van, és itt most csak egyet említettem, egyetlen egy dimenziót, de ezer végtelen sok ilyen van. Tehát le kell szoknunk arról, hogy egy dimenzióban tekintsünk a gyerekekre. Ez nem működik, sokkal bonyolultabb dologról van szó. A tudás struktúráját lenne érdemes kutatni, kutatják is nagyon intenzíven. Például az egyik legfontosabb és a legelőrébb tartó kutatás a tudástér elmélet nevű területen történt. Ajánlom, hogyha valakit érdekel, érdemes a szakirodalomban utána nézni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Jobban kell bíznunk a kvalitatív értékelési metódusokban, dolgoznunk kellene rajtuk, hogy ezek jók legyenek, és hogy valami nagyon-nagyon konkrétat is mondjak, mert mindig ez is előkerül, és nekem is probléma. Például mondjuk, mi lenne, ha az érettségit átalakítanánk egy portfóliós értékelésé? Tehát itt éppen akkor egy kvalitatív megítélés lehetne jól használni. Na, hát tulajdonképpen én ennyit akartam elmondani, és akkor most még fordítsunk időt arra, hogy kérdések, hozzászólások, ha vannak, akkor jöjjenek. És én közben ezt le is zárom, szerintem ez így. Húha, letaglózó volt? A következtetések érdekesek tulajdonképpen. Nyilván a matematikája bonyolult meg ennél is még sokkal bonyolultabb, hogyha a részletekbe belemegy az ember, de valójában legalábbis remélem, hogy a következtetések azok úgy nagyjából érthetők. Mindig ez a gondom egyébként, hogyha erről beszélek, hogy tudom úgy megalapozni a következtetéseket, hogy hihetők legyenek. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy hát ott van valami bűvészkedés a matematikával, ott akármit lehet mondani, hiszem, ha akarom, hogy jó-e a végeredmény. Itt ugye én úgy érzem, hogy egy vonatkozásra nem tértél ki. Arra nyilván ki fog derülni, hogy többre, de hogy most ami nekem most eszembe jutott. Ugye az, hogy ugye amikor bármit mérünk, vagy bármiről bármit mondunk, akkor azt ugye azért nem öncélúan tesszük. Tehát nem azért tesszük, hogy a pedagógusok szórakoztassák magukat, hanem azért tesszük, mert mondjuk közpénzeket kell elkölteni. Vagy azért tesszük, mert valamilyen módon a rendelkezésre álló férőhelyeket el kell osztani. És így tovább. Na most a probléma az, hogy akármennyire komplex a rendszer, a rendkívül komplex mérési eredményeket végül is ha úgy tetszik, egydimenziós módon kell felhasználnod. Ugye? Tehát
Ugye ez a klasszikus történet, hogy csak a társaság szórakoztatására ezt elmeséljem, hogy ugye vannak ezek a pályázatbíráló rendszerek, ahol ugye a hát rendkívül fantasztikus részletezettséggel le van írva, hogy mi az a 10 féle szempont, aminek alapján ugye az embernek a pályázatot meg kell ítélnie, és utána átlagot kell ebből számolnia, és hát ez egy hihetetlenül tárgyilagos rendszer lesz. Most ennyi nagy probléma van, hogy a tényleges szociológiai és pszichológiai helyzet az ennek a fordítottja, miszerint a bíráló az pontosan tudja, hogy a dolog az fordítva működik. Tehát a bíráló tudja, hogy ha a különféle számoknak magas lesz az átlaga, akkor akkor a pályázat nyerni fog, ha nem lesz magas az átlag, akkor pedig nem fog nyerni. Ebből az következik, hogy jelentem tisztelettel, én több ilyen pályázat elbírálásban részt vettem, ahol hogy inkonkrét úgy történt a dolog, hogy először eldöntöttük, hogy melyik pályázat nyerjem, és melyik veszítsem. Hiszen a teljesen szakmai módon döntöttük el, hogy melyik nyerjen és veszítsen, majd utána hozzáalkottuk azokat a számokat, amelyek alapján kijött ez az átlag. Hiszen bármennyire is komplex volt az a probléma, hogy a egyik pályázat az nem tudom én jobb volt a nemzetközi beágyazottságban, a másik jobb volt a nem tudom én, hazai tények ismeretében, a harmadiknak jobb volt a nem tudom én, implementációs potenciája, és így tovább. A végeredmény az az volt, hogy tudtuk, hogy van a nem tudom én 128 pályázat, és finanszírozni fogunk tudni az adott pályázati keretből 11-et, és ennek sokkal praktikusabb megoldása volt az, hogy először kiválasztottuk a 11-et, és utána hozzárendeltük a számokat. És valószínűleg ez számos esetben ezen a módon keletkezik, hiszen maguk a mérések, azok ugye abban az értelemben nem tudnak mindig abban az értelemben binárisak lenni, hogy kijön a matek példa, vagy nem jön ki a matek példa. Mert ha csak olyan feladatok vannak, hogy kijön a matek példa, vagy nem jön ki a matek példa, akkor definíciószerűen nem tudja a komplexitását mérni a dolognak, hiszen az élet, ugye, mint tudjuk, nem olyan, hogy csak olyan feladatok lennének az életben, hogy kijön a példa, vagy nem. Tehát ez egyetlen dolog, amire talán még reagálhatnán István, hogy a mérések komplexitása iránti tudományos igénynek, illetve eme igény használatával kapcsolatos szimplifikációs igénynek az ellentmondása. Én úgy látom, hogy, és jó, hogy mondtad a konkrét példát, mert nagyon konkrétan lehet róla beszélni, hogy az a módszer, hogy az 5 zsűri tag, mondjuk 5-en voltatok, végig gondolta magában, hogy melyiket látja igazán jónak, melyik pályázatnak adna lehetőséget, és utána elkezdődött egy diskurzus ezzel kapcsolatban. Ez valójában még jobban megfelel a mérés elméleti feltételeknek, mint a pontozásos és pontösszeadásos módszer. Állítom, hogy nem objektívebb az utóbbi. Ez megnyugtató, de indokold meg, hogy miért? Ez nagyon megnyugtató, hogy ezt mondod, de... Ugyanis én úgy látom, hogy működik az egyes szakember, az 5 szakemberben egyenként, működik egy olyan értékelő mechanizmus, amelyet
nem tud a felszínre hozni, nem tudja megfogalmazni, hogy az milyen. Tud érveket mondani, de tökéletesen nem tudja leírni, hogy miért jut arra a következtetés, hogy na, én ezt a hármat mindenképpen szeretném, hogy bejusson. Tud érveket azért mondani mellette, de minden esetre ezek sokkal elkentebb, és sokkal inkább ott valahol a felszín alatt lejátszódó jelenségek az agyban, amik azt mondom, hogy ilyen esetekben megbízható eredményekre vezetnek. Természetesen a csalásra most nem gondolok, az egy másik kérdés. Tehát, hogyha valaki azért, mert részesedni fog a pénzből, bejuttat valamilyen pályázatot. Tehát egész egyszerűen úgy látom, egyébként hadd mondjam, hogy ennek van formalizált elmélete is. A közgazdászok például ezt nagyon szeretik, amikor a különböző termékeknek a minőségének a megítéléséről van szó, és ott vannak réterek, akik egész egyszerűen elkezdik sorban rendezni az egyes produktumokat, árukat, hogy melyiknek milyen a minősége, és ennek is van tulajdonképpen elmélete. Egyébként ezzel a mérés elmélet is foglalkozik ezzel a kérdéssel, csak hát ideig sok mindenig nem jutottam el, idáig sem természetesen. Tehát van ennek tulajdonképpen alapvetően értelme, úgyhogy akár még formalizálható is lenne egy olyan fajta döntés, hogy abszolút szubjektíven mondd meg, hogy melyik az a, mondjuk ha öten vagytok, melyik az a nyolc, amelyiket mindenképpen bejuttatnál, és rak sorrendbe őket, és utána összevetjük ezt az öt sorrendet, ugye könnyű meghatározni, hogy akkor abból mi jön ki, és azok lesznek. És ezt be lehet bizonyítani, hogy ez jobb lesz, ez a sorrend. Hát be lehet bizonyítani, hogy jobb lesz. Szóval, hogy egyáltalán nincs baj ezzel a megoldással. Holott tulajdonképpen az alapja az valami borzasztóan szubjektív megítélés, de nem baj, mert hiszen az egy kutató, egy felkészült valaki, aki meg tudja ítélni ezeket a tudományos pályázatokat, tudja értékelni különböző szempontokból, és ugyan nem egy ilyen nagyon precíz megfontolás eredménye az, hogy ő milyen sorrendben adta őket, van benne sok szubjektivizmus, mégis jobban meg lehet nézni benne, mint hogyha elkezdenénk pontozgatni. Mondom, ennek van matematikai elmélete is. Szüneteljünk? Legyen szünet? Szerintem, hogyha a társaságnak nincsen kérdése, akkor szerintem gondolom te vágynál egy 5 perc szünetre, ugye? Igen, 5 percre mindenképpen. Jó, akkor szerintem adjunk tanár úrnak 5 percet. 53-ra itt vagyok. És akkor 53-kor folyt köv. 55-kor, jó? 55-kor, hogy kerek legyen. Jó, 55-kor jó. Folyt köv, jó?
Látom, itt vagy. Igen. Kipróbálom, hogy működik-e a dolog. Jó, hogy ne kelljen ott az elején vacakolni. Jó. Próbálom ugyanúgy csinálni, mint az előbb. Mit is választottam itt? Teljes képernyő. Egyébként ennek a dolognak, tehát ennek a elbírálásnak a szociológiája az abban az értelemben bonyolultabb lehet, hogy a, tudnék, ugye a, ha azt feltétel, ez tudnék egy, ugye egy ilyen tudományosztályozási kérdés is. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy ugyanolyan szempontok alapján ítéli meg a négy szakértő a dolgokat, akkor lesznek nagyjából egy bolyban a nyolc jelölt. Ha teljesen különböző paradigmákat követ a négy bíráló, akkor valószínűleg a valóság az lesz, hogy egyet nekem, egyet neked. Tehát akkor az átlagszámítás valószínűleg nem működik. Tehát én konkrétan emlékszem rá, hogy ez még ilyen ősidőkben volt, Széchenyi professzori ösztöndíjat osztottam, három, mindkettőnk által nagyon jól ismert kollégáknak, most nem fogom mondani nevüket, de tény, hogy hát négy teljesen különböző paradigmát képviseltünk. És hát ennek következtében volt olyan pályázat, amiben megnéztük mindannyian az összes pályázatot, ami nálam az utolsó helyre került, valakinél pedig az első helyre. És egyikünk, ebben teljesen biztos vagyok, hogy egyikünknél sem volt benne korrupciós mozzanat, mármint úgy értem, hogy még baráti korrupciós, vagy hogy mondjam, tehát pénzügyi az biztos nem volt, de szerintem még izé se, tehát azt konkrétan mondtuk, hogy én ezt nem nézem meg, hanem mert az illetővel nagyon jóba vagyok, elfogadom, hogy legyen az én eredményem az, ami a ti átlagotokból kijön. Igen. És lényegében az tudott csak a megoldás lenni, hogy ugye összesen annyi Széchenyi professzori ösztöndíj helyet tudtunk kiosztani, ahányan voltunk, mert annyi jutott a pedagógiára, vagy a, igen. És akkor lényegében az lett a megoldás tulajdonképpen, hogy egyet nekem, egyet neked. Tehát, hogy a lényegében tehát az a dolognak a lényege talán, ami ebből általánosítható, hogy a kérdésfeltevések olyan, tehát a kérdések körülményei azok olyan mérhetetlenül komplexek a való életben, a tesztekhez képest, amit a teszt sosem tud szimulálni. Igen. Tehát, hogy mérés elméletileg valószínűleg tökéletesen meg lehet csinálni egy tudománybesorolási rendszert, csak éppen azt nem lehet elméletileg megalkotni, hogy milyen csoportok legyenek, amelyben elosztjuk a pénzeket. Igen. Jó, de
Figyelj csak, hogy működik-e a dolog, hogyha én most igen. Ezt ez most, látod, most megjelent a közoktatás tartalmi szabályozása. Jó. Most pedig ki van nagyítva? Most ki van nagyítva. És megy-e? És megy. Megkérdezzük, hogy a lányok közben visszatértek-e? Igen, én itt vagyok. Egy lány van, ez Ivett volt. Igen. Nagyon hozom a kávémat. Az, igen. Ez egy fontos pozitív hozzan az, hogy együtt lehet kávézni. Ezekben a... Igen. Tamással szokott állandó kommunikációs probléma lenni. Tamás, tudsz valahogy kommunikálni, hogy itt vagy-e és hallasz-e minket? Ki volt kapcsolva a mikrofonja, bekapcsolná, akkor az segítene. Nem, ne az szokott az lenni, hogy nincs mikrofonja, hanem csetet szokott valahogy dobni nekünk. Ja, az jó. Igen. Melinda vagy már? Itt vagyok. Nagyszerű. Akkor szerintem lassan kezdjük el. Úgyhogy parancs, igen, jó. Igen, Tamás is megvan, igen. Nagyszerű. Jó. No, akkor a másik téma következik, nagyon különbözik az előzőtől. A közoktatás tartalmi szabályozásáról lesz szó, mivel itt, hál' Istennek, tudományos előadást kell tartani, ezért én most itt nem politizálni akarok, nem egymással szemben álló oktatás politikai törekvéseket akarok mérlegelni, bár tulajdonképpen félig meddig mégiscsak ez fog kijönni belőle, de azért a tudomány szerepét szeretném megmutatni ebben az egészben. Megmagyarázom, hogy mire gondolok ezzel kapcsolatban. Két paradigmát fogok vizsgálni. Az egyik a tartalmi szabályozás. Ugye a tartalmi szabályozás, hogy egy nyelven beszéljünk, az nem más a közoktatásban, mint annak a központi vagy más szintű, nem csak a központban van ilyen, előírása, meghatározása, hogy tulajdonképpen mi is történjék az iskolában a tanítás-tanulás folyamataiban. Tehát általában a tanítás tartalmának valamilyen meghatározásáról van szó, tartalmának céljainak. A tartalmának az nem egy rossz szó, mert amögé sok mindent be lehet állítani, tehát tartalom alatt nem csak a tananyag érthető, hanem érthető a követelmények is, vagy fejlesztési feladatok is, sőt akár részletes célok is érthetők alatt. Szóval ez jó szó, hogy tartalom. Tehát, hogy mi a tanításnak a tartalma, erről szól most egyszerűsítve persze a dolgot, a tartalmi szabályozás. A tartalmi szabályozás persze jogszabályokban van benne, Magyarországon központi tantervekben, nemzeti alaptanterv, kerettantervek és hasonlók. Az alsó szinteken pedig nem feltétlenül jogszabályokban, sőt, tehát nem jogszabályokban, bár azok is úgy működnek, mint hogyha jogszabályok lennének, mondjuk például a helyi tanterv. Két alapvető paradigmát fogok ezzel kapcsolatban bemutatni. Az egyik az az, amikor részletes előírásokkal szabályozzák az oktatás tartalmát. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a tanterv az adott szinten elhelyezkedő tantervben a tanítandó tartalomnak, és akkor a tartalmat általános értelemben kell használni, mint ahogy ezt az előbb mondtam, tehát a tanítandó tartalomnak tulajdonképpen majdnem az egésze megvan adva, vagy, majd erről még lesz több szó is, mint ahogy a mostani, a 2020-as NAT fogalmaz, a tanórák 80%-át lefedni tudó tartalom van meghatározva benne. A 2012-esben ez 90% lett, most volt ez most 80% lett, de hogy ez alapvetően problematikus, azt majd közben szeretném elmondani. De minden esetre ez van meghatározásként, tehát egy igen nagy része a tartalomnak meg van határozva a tantervben. Ezt hívom részletes előírások paradigmájának. Előíró paradigmáról fogok beszélni, ami egy kicsit megtévesztő, mert valójában a másik is előíró, mert ami benne van, a tartalmat az is meghatározza, előírja.
csak sokkal, de sokkal kevesebb. Szóval sokkal többet hagy az autonómia paradigma, sokkal többet hagy az iskolákra, a pedagógusokra, a közvetlen szereplőkre, ők határozhassák meg, hogy az mi legyen. És hogyha valamennyit mégiscsak előír, tehát például tananyagból is akár szerepelhet az autonómia paradigma szerint működő központi szabályozásban is lehet, akár még tananyag is meghatározza, de az sokkal, de sokkal kevesebb, mint ez a bizonyos 80%, amiről az előbb beszéltem. Szóval ezt a két paradigmát szeretném én összehasonlítva úgy, hogy ezek nem tudományos paradigmák, ezek tulajdonképpen az oktatáspolitikában működő paradigmák, miközben tudományosan vizsgálhatók, sőt, még össze is hasonlíthatók. És én tulajdonképpen ezt szeretném megtenni, ezt a tudományos vizsgálatot, tudományos összehasonlítást, ha ezt tényleg elvégezhet, ezzel lehet vitatkozni, ezt én is tudom, de mindenesetre én valami ilyesmire szeretnék most öregedni. Valójában, ha akkor típusú állításokat szeretnék megfogalmazni. Sőt, előre vetítem rögtön most, hogy mik lesznek ezek a ha-akkor állítások, mindegyiket. Ha érdemi pedagógiai differenciálást akarunk az iskolában, ha csökkenteni akarjuk az esélyegyenlőtlenséget, ha erősíteni akarjuk az iskolai innovációt, ha meg akarjuk oldani a túlterhelés problémát, ha eredményesebbé akarjuk tenni a tanulást, akkor a tantervi fejlesztés minden szintjén, minden pólusán az autonómia paradigmát érdemes választani. Ez lesz tulajdonképpen az a tudományos mondani való, és én állítom, hogy ez tudományos mondani való, amivel szeretnék előrukkolni. Tehát, hogy tulajdonképpen a két paradigma összehasonlításában esélye sincs annak, ami ma érvényesül ma Magyarországon, tehát ennek a bizonyos előíró jellegű paradigmának. Na nézzük akkor a részleteket. Először is bizonyos egyszerű megjegyzéseket szeretnék tenni a kérdéssel kapcsolatban, hogy hát egyrészt ez a két paradigma, ez jelen van tulajdonképpen a nemzetközi szakirodalomban, félig meddig az egész tanterv történetben is, a kutatásokban, a fejlesztési folyamatokban is ott van. Találtam egy nagyon érdekes kifejezést, aztán kiderült, hogy ennek egész széles szakirodalma van, csak én valahogy addig nem találkoztam vele. Ez a Teacher Proof Curriculum kifejezés, tehát a tanárbiztos tanterv, ami egy jópofa dolog, ez olyan, mint a hülye biztos szoftver, hogy tudnillik, tulajdonképpen a tanárnak nem kell semmit hozzátennie, nem kell semmihez sem nyúlnia, csak ott van a tanterv, egy-ez egyben lehet alkalmazni, be lehet vinni az osztályterembe, és ott csak neki meg kell valósítania. Ez például az egyik paradigmának a szokásos leírása az angol nyelvű szakirodalomban, de van sok más leírása is természetesen. A másik megjegyzésem az az, hogy tiszta megjelenési formáikat nem ismerünk ezekkel a paradigmákkal kapcsolatban, majd fogom is mesélni a magyar történetet, hogy az elmúlt évtizedekben milyen tanterveink születtek, és bizony nagyon szépen kimutatható, hogy itt nem valósult meg egyetlen alkalommal sem valami tiszta formában ez az egyik paradigma sem. És tulajdonképpen arról van szó, hogy amit én itt most elmondok, az csak egy egyetlen elemzési lehetőség, egészen más szempontokat is lehet felvetni a tudományos elemzés számára. Például nagyon hasznos az, amit elsősorban Vas Vilmos követ Magyarországon több tanulmányában is, a tantervtípusok szerinti vizsgálatot végzi el, és történeti elemzést is végez ezzel kapcsolatban, ez is borzasztóan érdekes. Én egy speciálisat végzek, tulajdonképpen a központosítottság szempontját, az autonómia szempontját, vagy az autonómia hiányának szempontját állítom középpontba, és így próbálom leírni ezt a két paradigmát. Nézzük a történetet Magyarországon, hogy is érvényesültek ezek a paradigmák. Nem vagyok történész, ezért majd Nagy Péter Tibor biztos meg fog róni pár kijelentésem miatt, de minden esetre egy kicsit visszamennék a történetben. Nem nagyon messzire, mert csak a
rendszerváltás környékére egy picit az elé is, hogy tudnilék a tantervek hogyan is néztek ki a rendszerváltást megelőzően. Egyértelműen az előíró paradigmát képviselték, tehát valóban tulajdonképpen megmondták, hogy mit kell tanítani az iskolában. Alternativitásról szó sem volt, vagy csak nagyon-nagyon szőrmentén egy-két esetben fordulhatott elő, és ami nagyon fontos, hogy csak egyféle tanterv volt. Egy tanterv volt, egy pólusú volt, ha úgy tetszik ez a tanterv, hogyha ennek lenne értelme, hogy egy pólusú. Tudni, központi tanterv volt, és helyi tantervek nem voltak. Mindenki azt szerint a tanterv szerint tanított. Ez volt a szocialista idők tanterv típusa, és most messzebbre nem mennék vissza. Ugye nagyon fontos, hogy a rendszerváltáskor egy új korszakba léptünk át, megszületett az első NAT, és 1995-ben meg is jelent, és ez egyben az autonómia megjelenését is jelentette. Tehát ez a NAT, Nemzeti Alaptanterv, ez ugyan központi tanterv volt, picit hasonlóan ahhoz, ami a rendszerváltás előtt működött a szocialista időszakban, de bizonyos értelemben meg egészen más volt. Valóban benne volt az autonómia, abban az értelemben, hogy nagy szabadságot hagyott az iskoláknak, illetve a pedagógusoknak, hogy a részleteket már helyben valósítsák meg, oldják meg. Illetve a másik, ami abszolút újítás volt, az volt, hogy megjelentek a helyi tantervek. Valójában ezekben lehetett a helyi specialitásokat, az egészen konkrét tantervet is már meghatározni. Nagyon érdekesek nemzetközi párhuzamok ezzel kapcsolatban. Tudnélék, ugyanebben az időben, vagy egy kicsivel előtte született nagyon sok országban nemzeti alaptanterv, főleg az angolszász országok jeleskedtek ebben, több helyen is megjelentek nemzeti alaptantervek. Most a szakirodalom az persze sokféle elemzést nyújt erről, de legtöbbször talán az az értékelés szerepel, hogy bizonyos értelemben itt a neoliberalizmus előretöréséről volt szó, tehát tulajdonképpen az oktatási rendszernek bizonyos fokú merevítésével volt ez kapcsolatos. Most nem akarok részletesen belemenni, hogy ez miért neoliberalizmus, és miért éppen a neoliberalizmus jelentkezésekor történik ez nagyon messzire vezetne, de minden esetre az látható volt, hogy az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, az Egyesült Államokban nem, mert az egy bonyolultabb ország ebből a szempontból, de tulajdonképpen még az Egyesült Államokban is, csak nem a föderális szinten, hanem az állami szinten, valójában a megkötés játszott inkább szerepet, tehát, hogy előírtak bizonyos tartalmakat, na nem olyan mélyen, mint mondjuk például a 2020-as hazai nemzeti alaptantervünk, de mindesetre a korábbi időszakokhoz képest egy merevebb struktúra alakult ki, inkább az előíró paradigma felé való elmozdulásról volt szó. Eközben Magyarországon egészen más jelentett a nemzeti alaptanterv megjelentetése, pontosan fordított irányt jelentette, hiszen mi egy jóval-jóval szabályozottabb és előíróbb korszakból kerültünk át egy másikba, ahogy sokkal inkább érvényesült az autonómia. Ez egy érdekes párhuzam, ami a nemzetközi szintéren felfedezhető. 2001-ben történt a következő változás. A Fidesz hatalomra kerülése után megváltozott a viszony a tartalmi szabályozáshoz, és ez tulajdonképpen ez volt az autonómia első megszüntetése a központi tantervi szinten. Megjelentek a kerettantervek. Korábban is volt már szó kerettantervekről, csak nem vezették be, és a 95-ös szabályozási rendszerben nincs is kerettanterv. Itt viszont megjelentek, méghozzá kötelező érvénnyel. Tulajdonképpen az történt, hogy a nemzeti alaptantervet ugyan nem szüntették meg, de zárójelbe tették, és ami igazából szabályozó szereppel bírt, azok a kerettantervek voltak, egy-egy iskola típusra, iskola szintre meghatározva,
voltak részletes, nagyon előíró tantervek. Egyébként ezek úgy igen nagy részben megegyeztek az 1978-as, még a szocialista időkben született utolsó központi tantervvel, és ez kötelező volt az iskolák számára, tehát ha például az iskola azt csinálta, hogy a helyi tantervében egy az egyben lemásolt a szóra a kerettantervet, akkor az teljesen elfogadható volt helyi tantervnek. Nem történt ez persze úgy, mert bizonyos sajátosságokat mindenhol kellett szabályozni, de lényegében meg lehetett tenni azt, hogy a döntő részét a helyi tantervnek a kerettanterv adta. Nagyon gyorsan jött egy következő változás a hatalomváltással, ugyanis 2003-ban új nemzeti alaptanterv és egyben egy új szabályozás jelenik meg, és ez az autonómia korlátozott visszahozatalát eredményezte. Mindjárt meg is mondom, hogy miért korlátozott, és ez nagyon fontos. Tehát egyrészt az autonómia visszahozatalát jelentette, mert a kerettantervnek megszűnt a kötelező jellege. A kerettantervek tulajdonképpen átkerültek egy más kategóriába, inkább mintatantervek voltak. Több is született belőlük, választani lehetett közülük, de lehetett nem választani is a kerettanterveket. Egy iskola saját maga is kialakíthatott saját helyi, ott fejlesztett tantervet. Tehát a kerettantervek elveszítették a korábbi kötelezőségüket, a NAT természetesen kötelező maradt továbbra is, de a NAT-ból kikerültek az ismeretek. Kikerültek az ismeretek, egyáltalán nem tartalmazott semmiféle ismeretet. Azt mondta a szabályozás, hogy az iskolák tudják nagyon jól, hogy mit kell tanítani, mi alatt mit kell tanítani, legyen benne az alternativitás, mert ahol valami mást akarnak, ahol innoválni akarnak, ott megtehessék ezt más is. A NAT-ban leírt célokat kell követni, azokat a fejlesztési feladatokat kell követni, amik ott megtalálhatók, és akkor tulajdonképpen a konkrét tartalom az már a helyszíneken is kialakítható. Ez egy nagyon fontos lépés volt, nem volt teljesen következetes. Sok okból nem volt következetes. Az egyik az az, hogy már maga a nemzeti alaptanterv, a 2003-ban megszületett alaptanterv sem csak fejlesztési feladatokat tartalmazott, mert tulajdonképpen csak egyetlen műveltségi területe volt, az Ember a természetben című műveltségi terület, amelyben valóban csak fejlesztési feladatok voltak, az összes többiben voltak követelmények. Majd ezt mindjárt meg fogom világítani, hogy mi a kettő közötti különbség, ez nagyon-nagyon fontos, ez nagyon fontos része lesz ennek az előadásnak. Tehát tulajdonképpen nem volt elég következetes a nemzeti alaptanterv, visszacsúszott bizonyos értelemben, és elég széles körben írt elő követelményeket a tanulók számára, vagyis az autonómia paradigma már ezen a szinten sem teljes mértékben érvényesült. De megmaradt a tankönyvek szerepe ugyanaz, mint már Isten tudja évszázadok óta a magyar oktatási rendszerben. Tudnék, az van, hogy a magyar oktatási rendszerben a tankönyvek nagyon erős szabályozó szereppel bírnak, miközben nincs formális szabályozó szerepük, de amikor van egy tankönyv egy adott területen, és nagyon sokszor egyetlen tankönyv van, most különösen, vagy kettő maximum, akkor azok tényleg erősen meghatározzák, hogy a pedagógusok mit tesznek az órán. 2003-ban elindult folyamatnak legalább volt annyi előnye, hogy akkor azért kettőnél több tankönyv volt, tehát valódi választási lehetőség volt, de ettől függetlenül, hogyha egy pedagógus már választotta azt a tankönyvet, és nem volt igazán saját kreatív programja a tanításra, akkor tulajdonképpen egy az egyben követte azt a tankönyvet, tehát ott tényleg érvényesült a tankönyvnek egy ilyen nagyon erős irányító szerepe, és sajnos a pedagógusok többsége, viszonylag nagy többsége az mindig ebbe a csoportba tartozott. Tehát, hogy ez az autonómia, ez korlátozottan került vissza a tartalmi szabályozás világába. 2007-ben tulajdonképpen változatlanul folytatódott a rendszer. Ez az, amit például Vas Vilmos biztos, hogy nagyon másképpen ír le, hiszen volt egy jelentős változás 2007-ben a NAT-ban. Megjelentek az Európai Unió által is fontosnak tartott kompetenciák, úristen, hogy hívjuk őket, alapkompetenciák,
kulcskompetenciák, ilyen fontos szót elfelejtek. Szóval a kulcskompetenciák megjelentek a tantervben, a nemzeti alaptantervben. A mi számunkra az autonómia szempontjából ez kevésbé fontos, gyakorlatilag ugyanúgy folytatódott tovább az egész, mint hogy 2003-ban elkezdődött. Majd 2012-ben újból egy fordulat következik, a 2020-as ezt folytatja, és ez az autonómia második elvétele tulajdonképpen. Ismét részletes előíró nemzeti alaptanterv van. Már a 2012-esben, aztán ez még 2020-ban fokozódik, és a nemzeti alaptantervben is már sok ismeret benne van, követelmény benne van, részletes célok vannak benne, és hát kerettantervek is újból kötelezőek, csak egy kerettanterv van, és az aztán az utolsó szögig mindent meghatároz, hogy mit kell tanítani az iskolában, tehát arról van szó valóban, hogy ez is egyértelműen az előíró paradigmának megfelelő tantervi szabályozás lett 2012-ben, és ma is ebben élünk tulajdonképpen. Most mi van ezekben a tantervekben, ami jelzi ezeket a szabályozási módszanatokat? Tulajdonképpen a lényegről már szó volt, tehát gyorsan végig tudok menni rajta. Nézzük az előíró paradigmában és az autonómia paradigmában. Ja, az előíró paradigmában részletes célok, tehát nem csak átfogó, hanem egészen részletes, akár az egyes gyerekekre ráhúzható, de egyformán ráhúzható részletes célok találhatók meg. Tanulás, a tanulókkal szemben támasztott követelmények, tudja ezt, tudja azt, legyen képes erre, legyen képes arra, és a tananyag is részletesen, tehát hogy milyen fogalmakat, milyen összefüggéseket, milyen verseket, milyen személyeket, milyen történelmi dátumokat és egyebeket kell megtanulni, ezek mind részletesen megtalálhatók az előíró paradigmának megfelelő tartalmi szabályozásban, illetve tantervben. Az autonómia paradigmának megfelelő tantervben fejlesztési feladatok vannak, és zárójelbe tettem kifejezetten, hogy minden más legfeljebb nyomokban, átfogó fogalmazásban, általánosabban. Tehát előfordulhat, hogy van benne követelmény, van benne tananyag is, de messze-messze nem olyan mennyiségben, mint az előíró paradigmában. Például mondjuk a tananyag a szerepeltethető úgy, hogy fő tematikus egységeket megneveznek, hogy erről kell tanítani. Tehát az nem egy fogalom vagy valami ilyesmi, hanem egy nagyobb tananyag egység, mondjuk egy tankönyvi cím például, és nem mennek ennél mélyebben bele, van benne tehát valamennyi tananyag, de minden esetre nem abban a részletességben, ahogyan az előíró paradigma szerinti tantervek ezt megteszik. Most ebben az egészben ez a fejlesztési feladat. Ez az izgalmas tulajdonképpen. Olyannyira, hogy az, hogy a 2003-ban annyira nem egységes lett a nemzeti alaptanterv, és tulajdonképpen csak félig meddig sikerült az autonómia paradigmát érvényesíteni, annak részben az volt az oka, hogy nem minden fejlesztő, nem minden szerkesztő, író, nem minden műveltségi területen értették ugyanúgy, hogy mit jelent a fejlesztési feladat. Különböző fogalmakat értettünk ez alatt, és ezért is lehettek különbözők az egyes műveltségi területek. Én most megmutatom, hogy mit értsünk, vagy mit érdemes érteni fejlesztési feladattal, vagy egy javaslatot leírok ezzel kapcsolatban, és ez szerintem nagyon is megfelel az autonómia paradigmának. Ez is bizonyos értelemben követelmény, idézőjelbe tettem, de az iskolával szemben megfogalmazott követelményre. Egyébként a tantervi követelmények mindig a gyerekekkel szemben fogalmazódnak meg. A fejlesztési feladat az iskola számára mond valamit, egyébként nagyon kifejező maga a megnevezés is. Fejlesztési feladat. Ez az a feladat, amivel fejlesztheted a gyerekeket. Ez a feladatot is persze nem annyira konkrétan kell érteni. Tehát milyen területeken fejleszt, milyen célok érdekében fejleszt a gyerekeket. Erről szól egy fejlesztési követelmény. Nincs szintezve. Tehát nincs megmondva, hogy valami fajta minimumig mindenkivel el kell jutni, vagy hogy egyáltalán mi az átlagos, stb. Nincs semmi ilyesmi. Ez egyébként főleg azért van, mert ez szinte lehetetlen. Szóval én borzasztó sokat csináltam tanterveket, és rettenetesen sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet követelményeket, akár fejlesztési feladatokat is szintezni. Tehát, hogy
hogy milyen szinten kell azt elsajátítani, vagy megcsinálni, vagy milyen legyen a minőség, mit lehet erről mondani, és arra kellett rájönnöm egy csomó munka után, hogy ez lehetetlen. Nem lehet szintezni ezeket. Nagyon érdekes, hogy a fejlesztési feladatok megoldják a középfokon az iskolatípusok problémáját. Ez az iskolatípusok problémája ez az, hogy a nemzeti alaptantervek középfokon, tehát túlhaladunk az általános iskolán, akkor mindig a gimnáziumokra fogalmazódnak meg. Ha elolvassa az ember a 2020-as, mondjuk a NAT-ot is, meg a kerettanterveket is, és a középfokú részeket olvassa el, akkor az teljesen világos, hogy azt megtanítani egy szakképző iskolában nem lehet. A technikumokban és úristen, mindig borzasztó nehéz ezeket használni, állandóan változtatják, technikumokban és szakgimnáziumokban az érettségi tantárgyakat tekintve esetleg meg lehet tanítani, ha egyáltalán a gimnáziumban meg lehet tanítani, de